pályafelavató barátságos labdarúgó mérkőzésen játszottak az Értényi és Istvándi gyermekek, melynek apropója egy rekordtán kispálya elkészülte. A rekordtán pályák támogatása egy nagy összefogás révén jött létre. A Magyar Labdarúgó Szövetség kezdeményezésére, főleg az ő támogatásukkal, a Belügyminisztérium és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segít finanszírozásával jön össze a rekordtán pályák finanszírozása, amelyek a felzárkózó településeken biztosítják a szociális munkának tulajdonképpen a kiegészítését, hogy olyan minőségű pályán játszhassanak a gyerekek, ahol egyébként nem tudnának. Összesen 300 településen terveznek ugyanilyen korszerű sportpályát építeni, melyből még az idei évben 90-et adnak át. A felzárkózó településeken ugye a szociális munkán van a hangsúly, ennek vannak különböző kiegészítései, a sport, a zene, a játék, és így a sport egy olyan nagy lehetőséget kap, aminek révén egész sok minden mással megismerkedhetnek a gyerekek, mint a közös játék, a közösség ereje, és ezt a szociális munkásaink nagyon sok más helyen tudják aztán kamatoztatni. A fejlesztések 10%-át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat finanszírozza. A Dél-Dunántúli régió más helyszínein is számos ilyen beruházás valósul meg a közeljövőben. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelen van életünkben, segíti mindennapjainkat. Többek között krízis helyzeteket old meg, segít a tanulásban, rendszeres programjaikkal közösséget épít, összetartja a jelenlétházba járó gyermekeket, felnőtteket egyaránt. Potápi Árpád János államtitkár és a térség országgyűlési képviselője fontosnak tartja, hogy a gyermekek sportoljanak, a labdarúgás pedig kiváló lehetőség közösséget építeni, másrészt a falunak ad egy identitást. És ha azt nézzük, hogy az elmúlt 5 esztendőben mennyi pályázati forrás érkezett ide Érténybe, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy szinte annyi, mint 3-4 hasonló nagyságú településre, hiszen közel 650 millió forint pályázati forrás érkezett a településre. Ez is bizonyítja azt, hogy Érténynek nem csak múltja is jelene volt, hanem reméljük, hogy jövője is lesz, és reméljük azt, hogy az összefogással az itt élők sokat tudnak tenni annak érdekében, hogy ennek a falunak igazi közössége, élő közössége legyen. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület szimfónia programjában résztvevő gyerekek műsora színesítette az avató ünnepséget.